Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin, az esztendő utolsó Paletta magazinjának nézőit. Vendégem Major István, az Algaregia Szimfonikus Zenekar igazgatója, tisztelettel köszöntelek. Nos, ez egy nagyszerű év volt, mondhatjuk. Sikerekben gazdag, itt Székesfehérváron, a régióban és külföldön egyként, erről fogunk beszélgetni, és természetesen némi előzetest is nyújtunk, hiszen azzal, hogy Paletta magazin nincs, de nagyszerű koncertek várnak még ebben az esztendőben és az új évben is a székesfehérváriakra, illetve a klasszikus zene szerelmeseire. Kezdjük talán akkor, én azt mondom, hogy vegyük sorba a bérletsorozatokat, hiszen ezek olyannyira hagyományt testesítenek meg, hogy ebben az esztendőben sikert hozott. Kezdjük a Farkas Ferenc hangversenybérlettel. Én azt gondolom, hogy amikor elkezdődött a Farkas Ferenc hangversenybérlet sorozat, akkor senki nem gondolta volna, hogy illetve hát nyilván a szervezők, illetve a muzsikusok, igen, hogy ez olyannyira népszerű lesz, hogy jószerivel most már kihagyhatatlan egy-egy komoly zenerajongó számára. Talán én is onnan kezdenék, hogy nagyon hálás vagyok a székesfehérvári közönségnek, és nagyon büszke vagyok erre a közönségre, hiszen azokra a produkciókra, amelyeket most már mondom így, hogy az elmúlt évadokban összeállítottunk, kíváncsiak jönnek, és gyakorlatilag szinte mindig telt ház előtt játszhat a zenekar. A Farkas Ferenc bérlet, a nagy szimfonikus bérletünk, ugye itt a nagy zenekari felállással és nemzetközi hírű szólistákkal léptünk színpadra. Az idei évben 5 koncertet adtunk. Ezek közül volt például olyan, amelyet egy világhírű olasz karmester, Donato Rancetti vezényelt, és a Kodály Központban adtunk, és itt is a hűséges közönségünk eljött velünk Pécsre. Én azt gondolom, ez egy kiemelkedő jelentőségű koncert volt, és nagyon nagy élményt okozott annak, aki velünk tartott. De említhetek más koncerteket is. Itt volt például Bogányi Gergely, akivel, igen, a Csupa Romantika címmel. Igen, egy romantikus műsort adtunk, Schumann zongora versenyét játszotta, de nagyon komoly tett volt a zenekar részéről Prokofjev Romeo és Júliájának a bemutatása, hiszen ez egy nagyon komoly ember próbáló mű. Aztán készülünk az újévi koncertre. Igen, tehát ha szépen sorban megyünk, akkor az újévit a végére akartam hagyni, de akkor most már beszéljünk róla, hiszen az újévi koncert az mindig valami más. Ebben az esztendőben például világhírű zeneszerzők filmslágereit hallhatjuk. Ha azt mondom, hogy Morricone vagy Nino Rota, azt mindenki tudja, hogy mire gondolok. Azt hiszem, hogy ez egy fenséges lesz ismételten. Valóban úgy igyekeztünk összeállítani ezt a programot lévén, hogy már ezt többször említettem, hogy restanciánk volt, hogy filmzenét eddig nem játszottunk, hogy most az első alkalommal a nagy klasszikusokhoz nyúlunk, tehát kezdve onnan, hogy Rózsa Miklós és Ben Hur, egészen odáig, hogy természetesen John Williamsnek a híres filmzenéi, vagy Ennio Morricone-nek a jól ismert dallamai. Aztán, ha már a Farkas Ferenc, és akkor jövőre természetesen, mert maradunk ennél, február az egy csoda pillanatoknak lehetünk tanúi, hiszen jön Rost Andrea és Haraszti Eszter is, a két hang, két lélek, ezt én már nagyon várom. De azt hiszem, hogy valóban ez megint egy izgalmas produkció lesz, hiszen Rost Andrát nem kell bemutatni, lánya viszont most indul a pályán, és egészen különleges modern dolgokat hoz. Édesanyja pedig, ahogy megismertük, inkább a klasszikus repertoárból fog énekelni. Itt lesznek Mozart áriák, lesz Verdi-től, Puccini-től, tehát a nagy híres áriákat fogja énekelni, és Ács János fog dirigálni, aki ugye hát operára szakosodott karmester. Úgyhogy ez megint csak egy nagyon komoly pillanata lesz ennek a sorozatnak. Kicsit nehéz beszélni így évvége felé, egy éves összefoglalót mondani a programjainkról, hiszen mi évadban gondolkozunk elsősorban.
ugye a Donato Renzetti koncert is az előző évad produkciója volt, de hogyha így visszanyúltunk, akkor hadd említsem még meg a Bécsi Filharmonikusok szólistáinak a koncertjét, ami szintén a Farkas Ferenc bérletben hangzott el májusban, és az megint csak egy mérföldkő volt, hiszen egy világhírű zenekarnak a szólistáit fogadhattuk, méghozzá négyet, egy hegedűművészt, egy csellóművészt, egy oboj, illetve egy fagottművészt, akik egyben itt egy kurzust is tartottak. Nos, hát ezt a jó szokásunkat most is meg fogjuk tartani, hiszen a meghirdetett bérletünk, ami ugye 2018-19-es évadra szól, ebben is lesz egy ilyen kurzus. Most egy világhírű harsonaművész fog majd érkezni Jan Busfield személyében, úgyhogy hát ez is egy nagyon izgalmas koncert, lesz Nino Rotának a harsona versenyt játsza, és ehhez kapcsolódóan szintén lesz majd ismét kurzus. És akkor még a zenekari körkép, ami a Farkas Ferenc bérlethez szintén a következő esztendőben. Igen, ez is egy új kezdeményezésünk, arról szól, hogy az Alba Régia Szimfonikus Zenekar ellátogathatott Szombathelyre, és az első programunkat bemutattuk ott is a Bartók teremben, a Szavária Szimfonikus Zenekar bérletében, és mi pedig őket látjuk vendégül márciusban, amikor egy nagyon szép klasszikus programmal érkeznek. Nos, folytassuk a Somorjai Ferenc hangversenybérlet sorozattal. Ugye az volt, úgy hirdettük meg, hirdettétek meg, hogy több mint koncert. Ebben egyébként nekem is szerep jutott, hála Istennek teszem hozzá, de Bősze Ádámmal kezdődött az egész történet, a nulladik koncerttel, és én azt gondolom, hogy a meséskezdés, a bűnbánat és megváltás, a Mozart a várban, illetve az evilág és túlvilág is bizonyította, hogy a különböző helyszíneken van igény arra, hogy egy kicsi beszélgetés is a különböző közéleti személyiségekkel, és emellett természetesen a szimfonikus zenekar, hiszen vezényelt Dubocki Gergely, voltak Selmeci Gáborék, vezényelt János Ács, úgyhogy ez egy nagyszerű sorozat volt. És hát a Feri bácsi emlékét őrzi méltóképpen. Igen, hát a sorozat ugye négy különböző karakterű koncert, négy különböző helyszínen. Úgy látjuk, hogy a közönség ezt is szívesen fogadja, hogy különböző helyszíneken vannak a koncertek. Valójában mondhatnám egy kicsit úgy is, hogyha egy kicsit negatívabban áll hozzá az ember, sajnos nincs még koncerttermünk, ezért muszáj keresnünk a különböző helyszíneket, de hál' Istennek Székesfehérváron jó pár nagyon szép helyszín van, ami koncertekre is alkalmas. Hát az István teremről ne beszéljünk, hiszen az abszolút erre megfelelő. De az, hogy a Hotel Magyar Királyban is bevezettük a rendszeres koncerteket, ez egy újdonság. A Borivárban ugye felújítottuk, mert régen ott a zenekar koncertezett, de az újkori történetében ugye 2 évvel ezelőtt kezdtük el. Ez egy nagyon látogatott és nagyon kedvelt helyszín lett. És van egy barokk koncert mindig ebben a sorozatban, ez Dinnyé Soma vezényli. Ez is az évek alatt nagyon szépen bejáratódott, és az emberek azt hiszem nagyon megszerették a fiúkórust, amit minden alkalommal hozunk ilyenkor, az Exultate fiúkórust. Úgyhogy valóban ez a sorozat ilyen szempontból eddig is érdekes volt, és idén, amit hozzátettünk, hogy több mint koncert, vagyis egy beszélgetéssel párosul, ahol egy közéleti szereplőnek a zenéhez való hozzáállását, a zenével kapcsolatos élményeit, azt a töbletet, amit az ő életében ez nyújtott, arról beszél egy kicsit, sőt, adott esetben egy-egy kívánságát is teljesítette a zenekar. Na, új partitúra. Amikor arról beszélünk, hogy nagyon fontos az utánpótlás, ez mindenféle értelemben igaz, hiszen az új partitúra bizonyított már esztendők óta, a középiskolásoknak, a fiatalabbaknak is fontos most már, hiszen a zenei nevelés eszköz is Kodály óta tudjuk. És azt hiszem, hogy amikor összeállítottátok ezt a programot, a Rómeó és Júlia, ugye a Prokofjevvel kezdődött, ez egy gyönyörűség volt. Nekem volt alkalmam látni ott a kipirult gyermekarcokat és azokat a fiatalokat, akik igenis hát nagyon tehát boldogsággal töltötte el őket. Lehetett látni, hogy ez számukra is egy óriási élmény. Négy programból áll ez a sorozatunk, és valóban az a tapasztalat, hogy talán sokan nem hiszik el, de
a gyerekek nagyon nyitottak a drámai pillanatok iránt is. Nyilvánvalóan olyan témát kell vinni, amelyet ők is meg tudnak érteni. Itt tavaly egy nagyon érdekes megtapasztalásunk volt, amikor Schubert befejezetlen szimfóniáját mutattuk meg nekik, és ehhez Schubert írt egy álmot, egy kis mesét, amit szintén felolvastunk, és a zene alatt pedig homokanimáció ábrázolta a történéseket. És hát ez egy nagyon komoly és nagyon fájdalmas téma volt, hiszen arról szól, hogy Schubertet az édesapja elüldözi, az édesanyja meghal, megveri az édesapja. És ez a drámai gyermeki élet, ez nagyon annyira megérintette a gyerekeket, hogy mindannyian döbbenettel álltunk előtte. Tehát ez volt talán a tavalyi évadnak a legsikeresebb műsora. És idén nem ezért, tehát rögtön szintén egy komoly témával nyitottunk, hiszen Romeo és Julia szintén egy tragédia, és ezt is a gyerekek olyan átszellemülten fogadták, hogy ez nagyon meglepő volt. Egyébként ezt a sorozatot próbáltunk ugyanúgy nyitottsággal kezelni és megújítani 2015 után, abban a szemléletben, hogy a gyerekek nyelvén szóljunk, és igyekeztünk zenei, vagy akár nem zenei humort is belevinni. Említhetem itt azt, hogy itt járt ugye Hajnóci Soma, aki bűvészettel varázsolta el őket, és azon keresztül csempésztük be nekik a klasszikus dallamokat, de egyre inkább látjuk azt, hogy ezek a gyerekek abszolút érettek és nyitottak a komoly témák iránt, úgyhogy az idei sorozat már egy kicsit komolyabb húrokat penget. Igen, ettől függetlenül ugye a Lépítsünk zenekart esten, a Csajkovszkitól Straussig, az fantasztikus volt, hiszen egy olyan műsorvezetőt sikerült szerződtetni, ismét teszem hozzá, tehát ez jó út, aki beszél a gyerekek nyelvén, nem terminus technikusokban fogalmaz, és azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon jó volt. Igen, hát Lukács Házi Győző azt hiszem erre a feladatra született, és nagyon nagy gyakorlata is van mindemellett, hiszen a Bartók Rádióban rendszeresen vezeti ezeket az ifjúsági műsorokat, a Bombom Matinét, és hát itt Székesfehérváron is egy pillanat alatt megtalálta a hangot a gyerekekkel. És akkor még kettő lesz ugye az új partitúrában, a régi is, meg új is, Benjamin Britten és Purcell, illetve ez egy új projekt, a Melodica projekt. Igen, a Melodica projekt, ez egy megint csak újdonság lesz, azt gondolom mindenki számára. Nem tudom, hogy a nézők tudják, hogy a Melodica az valójában egy hangszer, amit szerintem a legtöbb ember ismer, mert gyerekkorunkban találkozhattunk vele. Ez egy billentyűs hangszer, amit fújunk, tehát a játékos az szájába vesz és fújja ezt a hangszert, és közben egy zongora billentyűzeten játszik. És hát mivel, hogy ezt a hangszert használja ez a kis együttes, három tagból álló együttesről beszélünk, ezért ezt a nevet adták maguknak. Három zenetanárról beszélünk egyébként, egy zongora, egy gitár, illetve egy ütő hangszeres művészről, akik hát mindenek előtt nagyon jól értenek ez az interaktív zenéléshez és műsor vezetéshez, és lévén, hogy tanárok is egyben a gyerekek nyelvén is nagyon jól értenek, és a crossover stílusban működnek, tehát klasszikus darabokat dolgoznak föl, és egy picit könnyítik fel. Tehát ez az utolsó koncert, ez egy könnyebb hangvételű. Pazar lesz, a sajtótájékoztatón volt alkalmam megtapasztalni, hogy játszanak, zseniálisak. És a szemnek, fülnek mindenképpen vonzó. No, Cselló Fesztivál. A Cselló Fesztiválról is beszámoltunk. Siker.
Én azt gondolom, hogy a világ minden tájáról érkeztek egyik oldalról, neves csellóművészek, professzorok és feltörekvő fiatalok egyaránt. Én azt gondolom, hogy itt volt a következő nemzedék, és akitől még tudnak, illetve hát kötelező jelleggel kell, hogy tanulni. Ezt gondolom, hogy a te szívügyed, István. Hát természetesen csellista vagyok, nehéz lemosni magamról, hogy ez a sok cselló muzsika, ami itt a városban elhangzik, ez hozzám kötődik. Pedig hát mondhatni, ez is valaminek a következménye, hiszen volt tavaly előtt egy cselló maraton itt, pontosan tavalyi évben, 2017-ben volt egy cselló maraton, ami a Farkas Ferenc Bérletnek az utolsó előadása volt. Ezen Oncai Csaba is részt vett, illetve a kurzuson is tanított, és ő általa érkezett a megkeresés, hogy van egy nemzetközi cselló fesztivál, amelyet első alkalommal Németországban, majd Brazíliában, illetve Chilében rendeztek meg, és most ő szeretné elhozni ezt Magyarországra, és mivel jó tapasztalatai voltak itt a cselló maraton kapcsán, ezért szeretné, hogyha ennek a helyszíne Székesfehérvár lenne. Hát én azt gondolom, nagyon megtisztelő volt ez a megkeresés, és ami aztán történt, az meg különösen örömteli volt, hiszen ide érkezett több mint 20 olyan fiatal, aki egyszerűen káprázatos hangszertudással rendelkezett, káprázatos zenei tehetséggel rendelkezett, és mind a mellett, hogy mesterórákat vettek, kamaráztak, a nyilvánosság fele is nagyon-nagyon sokat adtak, hiszen 5 koncertet adtak egy hét alatt, és ezek komoly, hosszú, veretes művekből álló koncertek voltak, óriási teljesítményeket hallhattunk. Ebben a zenekarunk is közreműködött, ugye 2 versenyművet adtunk elő, úgy, hogy a szólisták tételenként váltották egymást, de volt itt ősbemutató Tóth Pétertől, ami megint csak egy nagyon nagyszerű mű volt, és egy különleges pillanat, és maga 4 professzor is, aki ezt az egészet szakmailag irányította, ők maguk is színpadra léptek. Igen, többször. Hát a beszámolók alapján, hiszen én magam is ott voltam néhányon, Pablo Casals is csettintett volna. Igen, és nagyon nagy volt az érdeklés, gyakorlatilag minden koncertált házzal ment le, úgyhogy ez külön öröm számomra, hogy a cselló ennyire népszerű hangszer lett. Igen, hát megdobbant a szíved. Igen. Látod. Igen, és ha most visszacsatolunk arra, amit előtte mondtál, hogy Székesfehérváron igenis a komoly zene most már végleg otthon találta, ez is megerősíti, hiszen egy ilyen koncertsorozat ritkán volt ennyire népszerű. Tehát jó volt a szervezők választása is, hogy idejött. Igen, ezt egyébként azért is mondom, és muszáj hangsúlyozni, hogy Fehérváron ez a helyzet, mert azért nem mindenhol tapasztaljuk ezt. Tehát vannak olyan jelentős magyar városok, ahol azért nincs ilyenfajta látogatottság a komoly zenei koncerteknek. Úgyhogy, és ezt nem próbálom ezt a sikert magunknak besöpörni, ezt azt gondolom, hogy a közönség nyitottsága kell hozzá, és ez megvan Fehérváron. Mielőtt kitekintünk, illetve a karácsonyt, mert a december 21-ével fejezzük be, meginvitálva, tekintsünk ki külföldre. Azért nagyon fontos, hogy a zenekar hol tudja megmérettetni magát, hiszen az bizonyos értelemben mérvadó a meghívás, a teljesítés, és az, hogy egy jövőkép is kialakul így. Hát úgy fogalmazhatnék, hogy 3 év komoly munkája egy nagy áttörést hozott 2018-ra, hiszen a zenekarunk fellépett Olaszországban a Lecsei Balettel több alkalommal, fellépett a Moszkvai Balettel 2 ízben is Angliában, először Nottinghamben, majd pedig Manchesterben, a Manchester Palace-ban. Itt 3 nagy balettet adott elő, Csajkovszkijnak a Csipke Rózsika című balettjét, illetve a Hattyúktavát, valamint Prokofjevnek a Rómeó és Júliáját. A Lecsei Balettel egyébként a 3. nagy Csajkovszkij balettet is bemutattuk, a Diótörőt, illetve ott voltak egyéb más balettel közös produkciók. Azután meg kell említenem, hogy tegnap érkezett haza a zenekar Lipcséből, ahol 3 alkalommal is járt, és nem akárhol, hanem a Lipcsei Gewandhausban adott 4 koncertet 3 különböző programmal,
És most jelen pillanatban, ahogy látom, az országos kulturális sajtó is foglalkozik ezzel a sikerrel, hiszen a zenekar a Gewandhausban 3 alkalommal is nagyon színvonalas produkciót mutatott be, megállta a helyét a nemzetközi porondon, és ez mindenképpen Székesfehérvárnak a büszkesége lehet. És ez egy fontos áttörés mindenképpen. Abszolút, tehát most már nem hazai pályán focizunk, mondjuk így, hanem most már tényleg elmondhatjuk, hogy a nemzetközi porondon is ott van az Alba Régia szimfonikus zenekar. És nagyon jó ezt a nevet vinni. Alba Régia ez a név, ez nagyon jól cseng külföldön, és látom azt, hogy ez felkelti az emberek kíváncsiságát, honnan is jött ez a zenekar. No, és már csak 3-at kell aludnunk, hogy ez az esztendő befejeződjék, mármint a szimfonikus zenekar oldaláról. December 21-én lesz az ünnepi koncert. Azt hiszem, hogy ezt nagyon várjuk évről évre, ebben az esztendőben a Szent Imre templomban. Dobocki Gergely lesz az est dirigense. Corelli, Handel, Bach. Beszéljünk egy kicsit bővebben erre. Hát ez egy igazi karácsonyi műsor. Corelli karácsonyi koncertóját biztosan a komoly zene kedvelők ismerik, szeretik. Már elég régen hangzott el itt Fehérváron, úgyhogy most ismét műsorra tűztük. Azután egy orgona verseny következik, ami szintén a karácsonyi hangulatot erősíti. Tóka Ágoston lesz az orgona szólista, aki Fischer Anni ösztöndíjasként lép fel velünk, és egy Handel orgona versenyt játszik. Majd pedig Johann Sebastian Bachnak a Magnifikátja hangzik el a kórusokkal, szólistákkal, Dobozki. A szólistákat azért említsük meg, hiszen Varga Viktória, Bakos Kornélia, Gracsak Zoltán, illetve közreműködik az Alba Régia Vegyeskara Primavera kórus és a Vox Mirabilis is. Az est dirigense, ugye már mondtam, Dobozki Gergely lesz, úgyhogy csodapillanatok, ott leszünk mi is természetesen. István, én mindnyájatoknak, a szimfonikus zenekar valamennyi munkatársának, a hangszerek mögött és előtt, akik azért dolgoznak, hogy mi ilyen csodakoncert sorozatoknak lehessünk tanulni, köszönetet mondok a egész esztendős munkáért. A következő évadban ott leszünk, ettől függetlenül áldott békés karácsonyt kívánok, és boldog új esztendőt. Én is viszont kívánom mindenkinek nagyon szép zenéket a karácsonyra, az ünnepekre, és várunk mindenkit jövőre a programjainkra. Ott leszünk. Kedves nézőink, az esztendő utolsó Paletta magazinunkban Major Istvánt, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar igazgatóját hallhatták erről az évadról, illetve az évad második feléről, ami 2019-ben vár ránk. Én köszönöm egész esztendei megtisztelő figyelmüket, áldott békés karácsonyt kívánok. Addig is ne feledjék, december 21-én 19:30 a Szent Imre templomban karácsonyi koncerttel várja önöket az Alba Régia Szimfonikus Zenekar, illetve január 1-én hagyományos módon a Vörösmarty Színházban lesz az újévi koncert. Addig is minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra!